Hello mindenkinek, sziasztok srácok, én Dani vagyok, és itt vagyunk egy következő videóval, ahol most nem más lesz, mint a CBA-t fogjuk megkeresni, azaz ezzel együtt jár egy nem más személy, úgymond mind, szerintem mindenki tudja, hogy kiről van szó, a cím alapján, meg minden alapján, Icuka, így is van, Icukának fogjuk a bázisát, hogyha lehet így mondani, de igazából a Tesco-t megkeresni. Gyors gyűjtök pár cuccot, ugye most alapból azért eléggé jó cuccokat kaptunk, ami azért eléggé meglepő, mert nem, mondjuk nem tudom, hogy egy ilyen gyújtogatót, tehát ilyen öngyújtót miért kaptunk, de mindegy, valamire biztos, hogy jó lesz. Nem is nagyon fogok ott nagyon vacakolni, ugye gyors megcsinom az alap cuccokat, leraktam oda. Mi van? Na, azért mondom, oké, meg lehet nyitni, azt, ami nem lehet megnyitni. Ez így alulról a crafting table full úgy néz ki, mint egy darab fa. Vagy nem tudom, de mindegy, jó. Így néz ki, ez van. Na, csinálunk ugye egy kőcsákányt, egy facsákányt. És gyors, ja igen, azt nem mondtam, hogy ezeket a piros zsapjukat kell majd követni. Gyors, akkor ugye leássak a kőig. Szerintem nem is fogok mondjuk itt lefelé így áskálni. Szépen magamat itt ütögetem a blokkokat, aztán megkeresem a követ. Van itt egyáltalán? Jó, van itt kő. Aztán be, hogy nem lesz itt kő, na, de mindegy. Na, gyors, mennyi kő kell nekem? 6, 7, 8, 8 darabot kiszedek, mert ugye kéne egy kard, egy csákány, meg ugye egy balta. Jó, még egy, meg akkor mondjuk még egyet a biztonság kedvéért, nagyszerű. Gyors, ássunk vissza. Hát én Icukától nem annyira tartok. Tehát Icuka szerintem mindenki tudja, hogy jó fej, kedves, minden. Amúgy srácok, sokan kivagytok akadva, hogy ami ebben a videóban történik, az úgymond ugye ezután 2 perc rá szokott kezdődni a nagy csatornámon is egy premier. És sokan kivagytok akadva, hogy hát ezt a karaktert már ugye láttuk a kis csatornádon. Ezt a videót mindig a nagy előtt szoktuk felvenni. Nem, után szoktuk, igen, ezt utána szoktuk felvenni. Tehát a nagy csatornára a videót, azt már felvettem. És azután vesszük fel ezt, vagy fordítva? Nem, ja igen, fordítva, bocsi srácok, én is össze vagyok kavarodva. Ez fordítva van, ez utána van, bocsi, ez szerintem ezt már itt úgy, ahogy van, elrontottam. Már mindenkit összezavartam. Tehát a lényeg, hogy ezt a videót, ezt nem előtte, ezt utána rakom, vagy veszem fel. Tehát, hogy előbb van ugye az, amit ott megtalálok, ezért keresem meg, tehát ez logikus. Ugye, amit a nagy csatornámon így ott vannak ugye a soha ne válaszdos videókba, azokból a karakterekből egyet kiválasztunk mindig, akiket megkeresünk a kis csatornán, hogy mi van velük. Ez így van. Ez így van jól, és ez így van rendjében, hogy ugye mi hogy történik, meg minden blablabla. Bla, bla. Na! Akkor szépen követjük a izéket, tehát most ezt nagyjából így kimeséltem, már én is totálisan össze vagyok zavarodva, nyugis srácok, nem csak ti vagytok összezavarodva, de most már én is, szóval követni kell a piros gyapjukat egészen a CBA-ig elvileg. Kíváncsi vagyok, hogy milyen itt a CBA így a Minecraftban. Mégiscsak CBA-kat nem nagyon láttam még így Minecrafton belül, de ez hamarosan ki fog derülni? Legalábbis remélhetőleg. De! majd ezt eldöntitek ti, hogy nektek hogy tetszik. Hogyha nektek tetszik, akkor annak örülünk. Na, amúgy nagyon gyorsan izé fogy a kaja itt sprintelés közül. Ja, nem is mondtam, hogy izé nagyon királyul nézünk így az élbe, az aranyszedbe. Egy olyan 10-es skálán értékeljétek, hogy így azért hogy néz ki a karakterem. Szerintem az eléggé komoly. Ja, majd ezt ti eldöntitek. Azt terveztem, amúgy ott már, aha, ott már kezd betölteni. Azt terveztem, srácok, hogy ma milyen nap van? Azt hiszem, hogy ma szerda van. Szóval, igen, ma szerda van. Nagyon remélem, hogy ma szerda van, és nem mondok butaságot. Ó, ott van közben a izéje. És vagy pénteken, vagy szombaton lesz majd egy live a kis csatornámon, de lehet, hogy a nagy csatornámon is lesz. Szóval, és ott van Icuka. Ott van Icuka, szóval a lényeg, hogy a hétvégén várhattok tőlem live-okat. Na de, srácok, itt van Icuka, ahogy látom. Hello Icuka. Mi a helyzet? Várjál, mik vannak itt? Bevásárlok kocsi, de király! Na jó, ez nagyon király. Hello Icuka! Szia! Mi a helyzet? Hogy vagy? Szia Dani, szia! Szia kedves Icuka! Hogy tetszik ma lenni? Látom, nyitva van a CB, amint szokásra nyitva tartás, minden nap 0-24-ben, így is van, nagyon király. Nagyon jó, hát én amúgy nem szponzorálok senkit, srácok, büfé, ó, itt vannak büfé, kassa. De király, nagyon tetszik, azért elolvasom, hogy mit ér. Semmi különös, jelenleg nyitva van a bolt. Na, ennek örülök, hogy nyitva van. Jöttél vásárolni? Hát, jöttem megnézni, hogy milyen a CBA. Ó, adott nekem ingyen kaját. Na, király vagy, kösz szépen. Meg akartam nézni, hogy megy neked ez a boltod. Hogy mennek itt a dolgok, meg ilyenek. Aztán, ja, mi a helyzet veled, Icuka?
Hogy vagy? Kaptam nagyon sok izét, tehát nagyon sok nyilat kaptam, ugye kaptam egy ilyet, meg egy elég jó szettet, szóval nem hiszem, hogy én ezt harc nélkül meg fogom húzni, biztos vagyok benne, hogy lesz valami. Mert általában akkor kapok ilyen jó cuccokat, hogyha gondok lesznek. Semmi, jól vagyok, láttad a YouTube-ot? Hogy érted, hogy látod a... Ja, repelt a lányom. Tényleg? Nem is láttam, de király, akkor jó, majd mindenféleképpen megnézem. Srácok, semmi szponzoráció meg ilyenek, tehát most nem arra mondom, hogy nézzétek meg a CBA-t vagy bármit, tehát én ez nem mondom, hogy járjatok oda. Mindenki oda jár, ahova akar, én nem vagyok ilyen izé, hogy csináld ezt, mindenki eldönti magának, tehát nehogy azt higgyétek, hogy itt nagyban most a CBA így felkarolt engem, én leszek a következő icukor, ha valószínűleg ez következő CBS reklámban engem fogtok látni, hogy csing-csing Dani, csing-csing Dani. Ja, Istenem. Na akkor bemegyünk, csak annyi, hogy vannak bent szörnyek. Hát ez nagyon pozitív, tényleg. CBA-ban vannak szörnyek. Srácok, erre is rájöttök, nagyon király, jó? Hát persze, sétáljunk be azonnal. Miért vannak a CBA-ban szörnyek? És kell 10 darab kövek, és kell 10 darab kő, gondolom, amiket meg kell szerez. Aha, de most Icuka, hogyha én azt mondom, hogy vásárolni jöttem, kell valami eszköz. Szerintem van mindenem, mondjuk egy vaskarnak örülnék. Icuka, figyelj már, hogyha én azt mondom, hogy vásárolni jövök, akkor egy vásárlónak is ezt mondjátok, tehát hogy így, értitek így, ja persze, mit tudom, ide jön hozzád, ad nekem, jó, hogy meg kéne craftolnom, értem, jó. Várjál már, nem már, jó, crafting table-t kéne keresni. Tehát most értitek? Aha, itt van. Jön egy vásárló, és azt mondja, hogy szeretnék egy kiló kenyeret, vagy mit, vagy nem egy kiló kenyeret, mondjuk, mit tudom, én szeretnék egy kiló párizsit, vagy bármi, akkor így, jó, persze, nyugodtan, menj be ott a párizs, csak van bent szörny, meg kell keresni 10 követ. Ez így nagyon logikus, na mindegy, de nem azért mondtam, na akkor miért mondtad, de figyelj, Icuka, essünk túl rajta, jó, én bemegyek, és én legyőzök mindenkit. Elég volt már itt a beszélgetésből. Hanem mert hallottam, nagyon jó fej vagyok, gyere. Legyőzöm neked a szörnyeket, tudom, hogy izé... Ó, amúgy te nagyon bátran bementél ide. Hol vannak itt a... Aha, hogy oda be vannak zárva. Értem, milyen király már? Friss étlek. Vagy Icuka, leveltek innen OP almát, hogyha úgy van? Jó, leveszek egy OP almát, hogyha nem probléma. Mert ó ne. Ójaj, bajok lesznek, srácok, bajok vannak, nagyon nagy bajok vannak. Icuka, várjál, jó, be kell venni az ópiamát. Oha, hogy ide kintre nem tudnak jönni, jó, akkor megkerülöm őket. Jó, most be vagyok ópiamázva. Amíg be vagyok ópiamázva, addig kell őket nagyon ütögetni. Hogyha elfogy az ópiamám, akkor nagyon gázba leszek. Meddig van még hatása? 17 másodpercig még nagyon királyak vagyunk, jó. 17 másodpercig még királyak, jó, amúgy szerintem ez meg lesz. Jó, segítés nekünk, Icuka, nagyon jó fej vagy, jó. Akkor, aha, és az égköveket meg kéne keresnem. Na várjatok, valahol még vannak zombik. Mi ez a hang? Icuka, hol vannak itt zombik? Várjál már. Icuka, itt a izé alatt? Vagy mi van? Jó, már nincsen, jó, mindegy. És elvileg 10 darab égkövet is meg kell keresni, de várjál, visszarakom ezeket, én nem rongálok itt tényleg semmit. Igen, itt se... Bocsi, várjál, itt nagyon shiftelget, mondjad, várjál, aha, ja, aha, és ez mi? Icuka szerencse kövei, aha, értem, tehát te nagyon durván eldugtad őket, jó, kint gondolom, hogy nincsen, szóval kint nem fogom keresgélni, na várjátok, ír nekünk, 9 darab lesz, vagy 10, jó, majd meglátjuk, hogy mennyit találunk, én keresgetem is tovább, aha, jó, oké, ott is ott van egy, jó, megvan 6 darab, oké. Mi ez? Pepsi akár 230 forintért. Leveszek egy Pepsit, várjál. Bevesszük a Pepsit, mert azért király. Királyak vagyunk, na. Itt esetleg a pénztárnál, aha, gondoltam, hogy tud lesz a pénztárnál. Jó, van 8 darab. Még kell 2, ugye? Nem, de 2 kell, igen, jó. Mindegy, azt hittem, hogy már csak izé. Mindegy, 2 vagy 1 darab kell. Elvileg. Aha, és ez lesz az? Nem, ez üres. Jó, mi van ide írva? Bevásárlókocsi, igen, itt is. Itt egy, aha, ugye ezzel ki lehet nyitni. Oké, ez egy királyizé. Áram, ezt valaki elírta. Minden megvan. Akkor csak 8 darab kellett? Na várjál. Most akkor csak 8 darab kellett, srácok? Csak 2 van már. Aha, csak 2 van már, oké. Jó, oké, akkor még 2-t meg kéne keresni. Icuka, várjál, meg fogom én találni, mondjuk. Az nem ér, hogyha kiütöm ezt a redstone blokkot, és izé, mondjuk azt gondolom, hogy nem ér.
Mert nekünk az égköveket kéne megtalálni. Icuka, várjál, te tudod, hogy tudod, hogy hol van? Tudod, hogy tudod, hogy hol van? Én nem tudom, szóval kérlek, valami informationt. Valami nagyon gyors informationt szeretnék hallani tőled. Mert érdekel, hogy merre lehetnek ezek a csodás kövek, addig kajálok. Gyors, hogyha már, vagyis hát mindegy, be kellett volna vennem. Nincsen, ezek vannak, csak elrontottam. Ja, jó, oké. Oké, tessék, itt vannak az égköveit, parancsolj. Nyers halakat, azokat véletlen kiütöttem, meg ezeket is megkapod. Az összes szemetet megkapod, gyújtót is adok. Ilyeneket is kapsz, tessék, parancsolj. Lol, megint vannak zombik, nem már. Nem már, ezek honnan jöttek ide? Icuka, azt mondtad, hogy csak ennyi zombiról lesz szó. Ez már kicsikét túlzás, nagyon túlzás, na mindegy. Jó, én ezeket így lelövöldözöm akkor. Jó van, mindegy. Ezeket is megöltük. Jó, dupla hardcore kihívás volt, srácok, ezt úgy kell mondani. Hát, jó, megmentettük a Tesco, vagy Tesco? CBA-t, nagyon jó. Na, Icuka, nagyon szépen köszi, hogy itt voltál. És akkor én szerintem lassan egy el is köszönök. Tetszett, amúgy király, nagyon jól be van díszítve ez a Tesco. Nagyon jól megcsináltátok Tesco, megint Tesco-t mondtam. Hogyha, én nem tudom, én mindig szoktam ilyen dolgokat keverni. De még nem is vezettelek körbe. Nem baj, Icuka? Figyelj, majd videón kívül körbevezesz, de viszont én most elköszönök. Szóval, srácok! Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok ebben a videóban. Milyen királyú nézek már ki ebben az arany cuccban. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Hogyha tetszett, akkor ugye a feliratkozás gomb, az mellett ugye a csengő. Nyomjátok meg légy szíves a lájkot. Az 500 like a minimum, amit össze kell szednünk, srácok, hogyha tényleg jó videósnak tartotok, 500 like a minimum. És ugye ez a videó után 2 perc rá a nagy csatornámon kezdődik a premier, ott is lehetek velem. És ja, találkozunk legközelebb, MC Shop a Mindset-os termékeger és www.mindset.hu, hogyha akartok találkozni. Na, sziasztok srácok, hello mindenkinek!